Ez a traktor éppen egy tehenészetből szállítja a trágyát egy közeli tározóba. A gép vegyesen közlekedik aszfaltúton, betonmunkaterületen és földúton is. Ha a feladat úgy kívánja, a földekre is ezzel a gumival hajtanak le. Az előírások szerint az abroncsok, valamint a gép szerkezetének védelme érdekében a különböző munkaterületeken és a különböző feladatokhoz is más nyomásra kell állítani a gumiabroncsokat. Az egyik legnagyobb probléma nem csak a mezőgazdaságban, minden egyes gumiabroncsnál, hogy senki nem figyeli a légnyomást. Ezért nagyon fontos, hogy már felszereléskor jó légnyomás kerüljön bele. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy a gumiszerelők, az általános gumiszerelők erre nem figyelnek, oda visznek egy gumit, szerelik. Mire fújjuk? Fújjuk erre. Senki nem tudja igazából a pontos nyomást. Igazából a gyártó tudja a legjobban, hiszen ő tervezte az abroncsot, illetve a traktor, illetve a gépgyártók tudnák ezt a legjobban megmondani. Ők viszont nem tudják, hogy milyen munkaeszközt csatolnak mögé, milyen terhelést kap még a gumi hátulról. A probléma az, hogy majdnem minden egyes munkafázisra kellene külön nyomást beállítani a traktorokon. Magyarországon a mezőgazdasági gépek legfeljebb 40 km per órával közlekedhetnek az utakon. Ennél a sebességnél az abroncsok felmelegszenek, és ha alacsony a nyomás, túl is melegedhetnek. Azonban a földeken az alacsony guminyomás a munkavégzés hatékonyságát segíti elő. Az alacsony nyomásnak köszönhetően a gumiabroncsok képesek arra, hogy spóroljanak üzemanyagfogyasztás tekintetében, illetve egy sokkal rugalmasabb oldalfal miatt gyakorlatilag komfortosabb futást tesz lehetővé. A szakértő hozzátette, az alacsonyabb nyomásnak köszönhetően a gumik nagyobb felületen érintkeznek a talajjal, a munkavégzés gyorsabb és a traktor kevésbé tömöríti maga alatt a talajt, ami magasabb terméshozamot eredményez.